Mindenkit, én Tarcinőlőlőlő a hét vagyok, és itt vagyunk az első komolyabb 3017 videóba, amiben egy ilyen oktató sorozatot szeretnék elkezdeni. Ilyen tippek, trükkök a játékban címmel. Ez az első rész, ahol megmutatom az első módját a vetőgép feltöltésnek, illetve a műtrágyázó feltöltésének. Na hát akkor először is ugye, ha alapból kezdünk egy ilyen játékot, kapunk... Oda már készítettem be dombokat. Kapunk pár kis ilyen big bag zsákot, amik ugye összesen 2000 liter mag. Ugye a műtrágyázó elengedhetetlen ebbe a játékba. És kapunk két darab műtrágya zsákot, ugye egyelőre a kicsi permetezőt nem éri meg egyáltalán megvenni. Szóval ez valóban félre dobhatjuk a mapon. Szóval, ha miután ugye ezek elfogytak, kezdődik a probléma, hogy hogyan pótoljuk a magot, illetve a műtrágyát. Na hát ennek van egy olyan lehetősége, hogy ha tudsz szépen pakolgatni így egymásra rakodógéppel dolgokat, amit majd egy következő videóban azért meg fogok mutatni, hogy hogyan ajánlatos, meg hogy hogyan lehetne ide elhozni, de most azoknak mutatom ezt, akik nem tudnak olyan jól pakolni, illetve nem szeretnének pakolni, hanem csak fölemelik, aztán kész. Na, hát akkor kezdjünk is bele. Meg kéne találni. Na, szóval itt is vagyunk. Ugye alapból kapunk egy ilyen pótkocsit a játékba. Most ezt az oktató sorozatot igazából arra próbálom ráépíteni, hogy alapból mik vannak a játékra, nem a nagy gépekhez készítve ezt a videókat. Szóval alapból van egy ilyen pótkocsit, ugye érdemes megvenni ezt a Kökger Aglorinér 21 ezer litereset, amit ugye itt találunk, a HKD 302. Meg lehet venni ezt is, csak ugye, hogyha aki nem tud annyira tolatni a forgozsámolyossal, annak ajánlatos inkább a 2000 euró ráfordítás. Igen, ez a 2000 euró ráfordítás, de hát nekem jó volt ez így is. Aztán ugye, akkor így tudunk vinni műtrágyát és vetőmagot egyszerre. Na hát, ha most nézzük, ugye mivel vetőmagból kevesebb kell, ezért ezt a 8000 literesbe, a műtrágyát pedig a 21000 literes pótkocsiba rakosgatjuk. Na aztán ugye ahhoz kell egy rakodógép is. Beindítom. Ezt a rakodógép, ugye alapból kapunk kettő darab kéz traktort és egy New Hollandot. Én azt ajánlom, hogy inkább az egyik kéz traktorra rakjuk rá arra a kéz traktorra, amelyiknek kevesebb az üzemórája. Ugye az üzemórát azt nem így. Ott jobb alul láthatjuk a kilométer per óra sebességmérő óra alatt. És akkor ugye itt tudunk konfigurálás, és akkor ugye alapból így néz ki a dolog. Nincsen rajta ilyen homlokrakodó csatlakozó. Ez összesen kerül 1000 eurónkba. Aztán ugye ez mellé kell venni homlokrakodót. Az FZ30-as, az 5400 és egy raklavilla, ami 800 euró. Nem bírták lefordítani, mindig. Szóval raklapvillát, meg egy ilyet, ami összesen is 6200-ba kerül. Tehát mindent együtt megvettünk 7200-ért. Átalakítottuk, hogy ez működőképes legyen. Ilyenre. Tehát ugye ez ilyen alap dolog, mert hát későbbiekben meg majd lehet
pátpakolni is ezzel a gémmel, meg akármi csinálni, ami éppen a Dori, szóval ez fontos dolog. Szóval akkor mit is kell venni? Ugye itt a raklapoknál találjuk a magzsákot, illetve a szilárd mitragyes zsákot. Mi veszünk magzsákot, ugye így vehetünk egyet, szépen fölveszem, felemelem, és akkor pótkocsi fölé bíve, az úgy magától lekezdi ereszteni. Tehát ugye még ezt a kis pótkocsit így szépen meg lehet tölteni, 8-szor föl kell emelni, de azt a nagy pótkocsit 21-szer egyesével így felemelni, azért az nem a legjobb álmunk. Tehát ezt így a jelentős, hogy megveszek durván 4-et. Nem a 0. 4-et. És akkor... ugye ne kell mindig a boltból kibe jönni. Akkor így összetolom. És úgy próbálok ráállni, hogy egyszerre kettőt is föl tudjak venni. Ez kinek hogy? Így, nagyjából mutatni próbálom. Kész szárok, így. Hogy így föl tudja venni simán. És akkor ezzel állok fölé. És akkor így is ugyanúgy üríti. Amikor visszatoltunk, vigyázni kell, ne lökjük szét a másikokat. És akkor így szépen töltjük. Tudom még mennyi fér bele. Ugye, hogyha nincsen másik traktorunk, akkor ugye erre mindig rá kell állni. De megnézni mennyi van benne. Ja, egy-egy liter az elveszik, de most az nem érdekes. Ugye igazából egy zsákból olyan fél, max. Negyed és fél liter körül veszik el. Nem is néztem. Ja igen, akkor még kettő kell bele. Ugye akkor ezeket is éppen összetolom. De viszont most, ha már rágondolunk, ugye már legközelebb műtrajet kell venni. Tehát akkor, hogy ne kelljen olyan sűrűn így tologatni is, azt is megcsinálhatjuk, hogy veszünk egy... még négy műtrajet, és akkor itt van összesen 6 zsákunk, és azokat összetolva... jó is. Így ideállunk, és akkor felemeljük, meg fölé, és akkor megy. Ez a hátsó pótkocsi tele is van. És telerakjuk a másikat is. Erre sikerült rosszul ránom. Hát persze ezt is meg kell mutatni. Ja, előfordul, hogy ezek a zsákok így beugolnak a villába, azért is jobb inkább ez a módszer. Hát ilyen érzésebb, hogy hogyha ilyen szarul fogod meg, akkor is nem kell levenni a villáról, aztán újra fölvenni, hanem csak így simán fölé akasztom, aztán majd eltűnik róla. Hoppa! Egy lendülettel vettem föl. Felemennyi. Jó, de nem tudom, még 6-os bele mehet. Nem veszünk olyat, miért veszünk. Jó, 6-ot vettem. Megint összetoljulom. Durván úgy, hogy előtte legyen. Ráfordulunk. Hát, az esemény, ez nem tudom ezt. Tehát kinek, én nem, ha nem látom, hogy hol a villa, akkor én nem tudom
Gyorsan bebökni. Lehet, hogy nem fér bele. Ja, ezért ott a hátuljában van még lyuk. Ilyen sedélyes. És ugye ott az üzemanyag csik alatt mutatja is, hogy egy ilyen kickbackbe 1000 liter műtrágya van. Ugye a jelek között van ez a levélke, ami egy zsákba van, meg van ez a másik, amikor nem egy zsákba van, hanem csak úgy simán van. Na most szerintem ezt ide lerakom, nem fogom magammal hurcolni. Na, van baj. Jó, van lejött. Jó. Szóval... Na így, amíg még menet közben vagyunk, addig elmondom, hogy ugye ez mind szép és jó, belerakjuk, leöntjük, aztán... De hogyan rakjuk bele a vetőgépbe, nem veszünk kanalat. Na, hát itt a furfang, hogy nem fogunk mi pakolgatni vetőgépbe, hát minek. Erre találták ki a futószalagokat. De ugye ez is egy picit költségesebb, mint a... Na, kellett megtolja le? Na, köszönj. Komolyan, ne? Nem tudom egyébként ezek milyen sebességre vannak állítva. Szerintem... Ötlet, ne, 30 környékére, 30-36. Itt van mi. Szerintem az a bajuk, hogy itt van ez a 35 limit. Ezek ugyanúgy 35-tel mennek, csak nem... Nem mérföldbe, hanem kilométerbe. Szerintem. Rá ki tudja. 15. Van itt minden. Ja igen, most ha itt láttátok, nem is mondtam el. Ez az, már csak reflexbe jövök, ez az útvonal az egyik legkedvezőbb a botból a... Hova? A farmunkra. Én úgy vettem észre. Most annak nincs értelme, hogy ott végigjövünk azon a nagy főúton, aztán ott és attól függ, hogy a farm melyik részére akarunk menni igazából. Ez attól függ. Na hát itt jövünk akkor. Ja, végül is egyébként látjátok, teljesen tele lett. A hátsó pótkocsi is nem maradt itt liter. Aztán itt vannak a futószalagaink. Ugye azokba bele lehet szállni. Először is leöntjük a műveletet. Ugye a leöntés az egy kicsit érdekesebb dolog, mert hát szépen be kell kanyarodni, aztán meg jó bekanyarodjunk. Hogy érdemes lett volna külön jönni a két pótkocsival, na, azt szerintem jól elkezdtem. Ja, írni. És ugye ezért is van, mondtam ezt a másik nem forgózsáma és podcast, ugye ide így betolatni érdemes. És akkor megnézzük, visszaoldali billentést az U betűvel átállítjuk bal oldalira, és akkor ugye Ctrl-I, vagy hát igen Ctrl-I, azt hiszem, nekem a kormányban van állítva. És akkor, hogy megálljon ez a ürítés, hogyha nem áll meg persze, akkor meg kell nyomni a Ctrl-I-t még egyszer, és akkor fog megállni. Ja? Miért marad benne? Mindegy. Szerintem nem volt több hely, az lehetett a baja. Mindegy.
Dugod bele ezt a talicska, mi? Ez a talicska. Tudod után. Na. Jó. Na, ezt most tényleg nem gondoltam végig, hogy ott meg tudok-e fordulni. Aztán ott látjátok a műtrajászorot és itt a vetőgépet. Egyébként ha attól függ, hogy hogyan tolatsz be, vagy ha úgy sikerül be, ugye most az előbb direkt akartam oda mellé borítani, de most ide, ha például sikerül úgy beállnom, úgy néz ki sikerül, nem, itt is inkább így megnézed hova, érdemes, én azt mondom most is baloldalra érdemes borítani. Ugye jobbra nem akarom széthúzni ezt az egész dombot. De egy kicsit mozgok erőre is. Jó. Na itt látjátok, hogy amikor nem maga áll meg, és akkor így le kell állítani a üdítést. Ezt ugye ilyen komoly megint összeakasztani. Ez arra nem térek. Szóval. Akkor hozzuk ezeket a futószalagokat, meg is mutatom a boltba. Itt a található futószalagrendszer. Az S710-es Lizard márkájút és a Grimmétől ezt a Quantumot kell megvenni. Ezt a kettőt bőven elég. Jól mondom. Jól mondom, közelebb hozzuk őket. Tehát az a lényeg valami traktorra. Most mondjuk először legyen a vetőgép. Ki is veszem a vetőgépet a helyéről. Legyen útba. Hozom a másikat is. Na, szóval ezt a futószalagrendszert úgy kell... Az most ez miért vette fel a fejet? Jó. Né. Szóval ezt a futószalagrendszert így kell összerakni, hogy ha be van állítva az automatikus motorindítás, akkor nem kell bekapcsolni, de egyébként ezeknek is meg kell indítani a motorjukat. Nem tudom mi a motor ezen. Na, na most nem akarod? Hú. Mit csinálta? Igen, előfordul ilyenkor ide jövünk körülbelül, aztán megnyomjuk a Ctrl-E-t. Jó, most már jó lesz. Na, megint. Ott maradt egy kicsi, az most nem érdekes. Nagyjából így ide jövünk a közelébe. Ugye X-el lehet ezt az öv kinyitása, betyukása. Az egérrel tudjuk mozgatni ezt a kicsi szart. Ez majd mindjárt mutatom, hogy mire lett fontos. Ezt is rendesen be kell kapcsolni. Ezzel lehet azt föl. Teljesen fölnyitom most. És ugye ezt még így lehet hosszabbítani. Nem kétszer akkorára. Sőt, több mint kétszer akkora. De most az nekünk szerintem nem fog majd kelleni, de hát ugye ezt majd mindjárt meglátjuk a beállításákor. Szóval így szépen ide tolatunk, megnézzük, hogy a kirakodás itt az van-e odaérve a kirakodás itt. Aztán akkor ide jövünk, ott körülbelül így ideállunk, és átszállunk a másikba. És akkor ezt megpróbáljuk oda arra a kis cuccra rárakni, így körülbelül. És akkor ráakasztjuk Google-val, csak most ugye kettő össze van akasztva. Ja, X-el ennek pedig a kerekeit át lehet állítani, hogy így mozogjon. És ennek is van ilyen munkaerős dolga, ami így mozgától mozog. És azt a szöget ott lehet beállítani, hogy Z-vel, alulról a második,
10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 és 5. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő milyen szélesen mozog. Én most csak 5 fok szélesen mozog, de ha beállítom neki azt, hogy 50, akkor most 50 fok ki fog mozogni. Ennek akkor van értelme, amikor teríteni akarunk valami anyagot, mondjuk egy raktárba, és akkor ez így szépen leteríti nekünk. Na most le is állítom a munkást. Jó. Most milyen? Ja igen, kell ez a vetőgép például. Most üres. Bekapcsoljuk a traktort. Ugye ki kell nyitni a vetőgépet mindenképpen. És akkor ennyi az egész. Így alállunk. Töltődik a vető. Pontosan kéne alálni. És már töltődik is a vetőgép. Becsukjuk, mehetünk tovább vetni. Aztán meg ugyanez a nagy vetőgéppel. Szerintem itt ennek van a probléma. Gyelni és rendesen ki kell nyitni. Ugye hoppá. Jó, pont nem löki el. Na, azt hittem ellöki. De hogyha az úgy nem lenne jó. Távolabb állunk, megfordulunk. És akkor ezzel tudunk a pozíción javítani, de így a pozíción is tudunk javítani, és tökéletesen pont fele megy a cucc. Jó. Na, és akkor ez szép és jó, de nekünk csak egy ilyenünk van, és hogyha műtrágyát kell állítani, akkor mi van? Hát akkor én ezt találtam ki. Hogy jövünk. Így ezt át kell állítani. És akkor így kifordulok vele, így a kettővel együtt, amikor már nagyon nem bírja. Megpróbálok vele megfordulni. És akkor azt oda belógatom. Jaj, nem X. Ja, megnyomtam a hát. Így oda szépen belógatjuk, nézzük, mit csinálunk. Aztán Ctrl-I, és ugye akkor eltűnik minden. És akkor már leakaszthatjuk ezt a picit is. Köszönöm a picibe. Arrébb állunk vele, tudunk. Azt a piros kis holdot, amit ott az előbb ki... Hoppá, nincs kivéve a mitrája szóró. Körülbelül valahol ide akarok beállni, ami pont útban lenne. Előre kinyitom. Na, látjátok, már ilyen messziről szedi az anyagot. De azért közel állok, hogy ne legyen belőle probléma. Szóval ezzel is oda megyünk, összehúzzuk. Lemelem addig, amíg odaérek. Ugye ki kell kapcsolni az ürítést, mert az különben azonnal ide kiborítaná a földre. Ugye az előbb is az történt ott. Így meg tudom pontosan ráállni. Hoppá, momentum. Megint összeakasztani. És akkor ezzel pedig szépen alállok. Már tölti is. De ugye van ez a másik fajta vetőgép, aminek van műtrágya része is. Ez is ugyanaz a teendő. N betűvel kinyitjuk. Alállunk.
és már a tele is van. De hát persze ugye ezt fokozatosan lehet megcsinálni. Tehát először veszünk egy kanalat a rakodóra, azt akkor csak azzal rakodjuk, akkor olyan egy-két vetés után már szerintem van pénz ilyeneket venni. Most az összesen kerül, nem is néztem mennyibe. €17 000-ba. Összvisz. Ezt ugye ezeket meg le lehet állítani szépen. Jó, üzemanyagot nem fogyasztanak, mondj ilyenek. Ezért, szóval ez így jó. Aztán, ha az meg már egyénfüggő, hogy itt hagyja-e, vagy mindig erre rakja, szóval ez teljesen egyénfüggő. Meg hogy hogyan szeretnénk kipakolni, azt is meg egy csinálni, hogy innen kihúzza a francba, aztán bele a portkocsiba, és akkor utána úgy járunk oda-vissza a másikba, szóval több lehetőség van ugye mindig. Én most ezt a lehetőséget mutattam meg. Ha tetszett a videó, lájkolja, ha szeretném még ilyeneket, akkor iratkozzá is föl, hogy ne maradjál le róla. Sziasztok!